Sziasztok, én Fitos Dombai Laura vagyok, egykori glamour nagykövet. Igaz kicsi rendhagyó módon, ám idén is megrendezésre kerül az ország egyik legjobban várt eseménye, a Glamour Woman of the Year díjátadó gála. Tartsatok velem, és megmutatom nektek, miként is zajlik a mai este. Évben nagyon várjuk ezt a rendezvényt, és örülök neki, hogy idén is, ha kicsit szigorúbb körülmények között is, de meg tudták rendezni. A nőt és a női teljesítményt ünnepeljük. Glamour Gála nekem az évben mindig egy nagyon-nagyon különleges esemény. Nagyon szeretem a milliót, ahol vagyunk, és nagyon szeretem azt, hogy ezt én egy női gálának érezhetem mindig, és azt érzem, hogy itt összegyűlnek a nők, összetartanak, és tényleg a legnevesebb előadók, színésznők, a legnevesebb női alkotókat díjazzuk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon minőségi és nagyon nívós díj, úgyhogy bárki, aki megkapja, nagyon-nagyon büszke lehet rá. Az év hősnője. Dr. Gyurkó Szilvia, Hintalovon Alapítvány. Dr. Gyurkó Szilvia, az év hősnője. Gratulálunk neki! Nagyon sokat jelent, leginkább abban, hogy még több emberhez tud eljutni egyáltalán az alapítványnak a híre, meg a gyerekjogoknak a kérdése, meg az, hogy miért fontos a gyerekek védelmével foglalkozni. Úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk ezért a díjért, mert azt gondoljuk, hogy nem csak a szakmához tudunk beszélni ezek után, hanem még hatékonyabban az emberekhez, a szülőkhöz és mindenkihez, aki felelősséget érez a gyerekekért. Minden, ami nő, minden, ami stílus, minden, ami divat, minden, ami életérzés, vidámság, jókedv, úgyhogy igazából tényleg minden, ami esztétikum. A Glamour Gála nekem mindig a divatról szól, és arról, hogy én is felhúzzak valami extrém és különleges koktélruhát ezen az eseményen. Az év divat tervezője. Cakó Kinga, Cakó. Divat tervezője díjat kapja, Cakó Kinga. Gratulálunk! Cakó Kingának! Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és főleg ebben az egész szürreális helyzetben, amiben mostanában vagyunk, így tényleg a vásárlóimnak tényleg ezer-ezer köszönet, hogy így kiálltak a márka mellett egészen a karantén alatti március óta, és hogy egyszerűen fantasztikus érzés, hogy ennyien szeretnek. Fantasztikus érzés, most már ugye másodszor voltam jelölt, és így én igazából föl se fogtam még, amikor így kimondták a nevemet, tehát főleg azt, hogy tényleg a Pannitól vehettem át, ez nekem annyira nagy dolog, mert én őt nagyon-nagyon szeretem, és szívem szerint így megölelgettem volna, és itt legalább fantasztikus érzés, hogy ott állhattam a színpadon. Az év énekesnője. Péter Fibori. Legjobb énekesnő díjat kapja. Péter Fibori. Én nagyon meglepődtem, ahogy mondtam is, tehát én nagyon nem számítottam rá, mert szerintem underground zenész még nem kapott ilyen díjat, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ez megtörténhetett. Az év vállalkozója. Kulcsár Edina. A Glamour Woman of the Year 2020 vállalkozói díját Kulcsár Edinának. Jézus Atya Úristen, igazából ez volt az első gondolat, ami eszembe jutott. Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm, habár hát remélem, hogy minél többen követik online is a gálát, és hát leginkább nekik köszönöm a díjat, hiszen nyilván az ő szavazatuk nélkül ez nem sikerült volna. Ez még egy kicsit ilyen felfoghatatlan, de amúgy mosolygok nagyon, csak lehet, hogy nem látszik. Az év sportolója. Illés Fanni. Sportolója díjat kapja Illés Fanni. Szeretnék megköszönni minden szavazatot. Szeretném megköszönni az edzőmnek, akinek köszönhetően tavaly világbajnok lettem, és megszereztem a
Köszönöm. Szóval megszereztem a Tokiói Paralimpiára az első magyar női kvótát, erre nagyon büszke vagyok. Egyáltalán nem számítottam rá, nagyon jó érzés, és főleg úgy, hogy egyetlen parasportolóként voltam az épek között, nagyon büszke vagyok erre a díjra. Az év lakberendezője. Pataki Lili. Az év lakberendezője Pataki Lili. Gratulálunk! Nagyon felemelő és megtisztelő igazából, egyáltalán nem készültem se beszéddel, se semmivel, mert nem tudtam, nem is gondoltam volna, hogy én 3 év után, lakberendezés után megnyerhetem ezt a díjat, úgyhogy követőimnek is, édesanyámnak is nagyon köszönöm, hogy megtanította az egész szakmát nekem, úgyhogy iszonyatosan hálás vagyok, nem igazán tudom szavakba önteni, mert soha nem nyertem még semmit, és egy ilyen díjat megnyerni azért ez egy hatalmas, hatalmas érem és megtiszteltetés. Az év színésznője. Trokán Nóra. A színésznője díjat kapja, az nem más, mint Trokán Nóra! Nagyon szépen köszönöm a szavazatokat, nagyon szépen köszönöm a Glamournak is. Hölgyeim és uraim, a 2020-as Glamour Women of the Year díjazottjai, egy hatalmas tapsot a hölgyeknek!